Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Pécsi Balett Mini legújabb részében. Én Szécsi Teodóra vagyok, a Pécsi Balett karakter szólistája. Segítségemre szintén Olivia lesz, akit az előző részekből már ismerhettek. Sziasztok! Mi is bemelegítéssel fogunk kezdeni, ahogyan azt már megszokhattátok, de egy kicsit különböző lesz a Katájétól. Az első gyakorlatunkban a láb kiforgatása fog következni, ezzel az andőr kiforgatást fogjuk gyakorolni. A kezdő pózban egyenes háttal ülünk, mintha támaszkodnánk a falnak, lehúzzuk a vállunkat, hosszú a nyak, oldalt nem támaszkodunk a karokon, átfeszít a lábfő, átfeszít a térd. Kiforgatjuk a lábakat, feszít a spic, majd visszaforgatjuk. Ebből fogunk 4 darabot csinálni. Utána pipál a lábfej, kiforgatnak a lábak, lefeszít a spic, és visszaforgat. Ebből is 4 darab lesz. Majd spiccel fogjuk kiforgatni a lábakat. Kiforgatva következik a pipa. Összezárnak pipával a lábfejek, és lefeszít a spic. Ebből szintén 4 darab lesz, majd hosszan előre fogunk hajolni, hogy elérjük a spiccünket. Ott maradunk egy kicsit pihenéskép, és a végén felgördülünk. Feszít a spic. Azaz. Jön a pipa. Azaz. Még 2 ebből. Igen, kihúzzuk magunkat. Nem úgy ülünk, mint az olvadt puding. És most visszafele. Spic. Azaz, átnyújt a térd. Még 2 lesz ebből. Feszít a térd, kihúz a hát. És hosszan előre hajolunk. És visszagördül. A következő gyakorlat bemutatásához oldalra fogunk fordulni, hogy jobban lássátok, mit kell csinálni. Gyere, Olcsi! Könyökünkön fogunk támaszkodni. Nagyon figyelünk rá, hogy nem buknak így be a vállak, hanem szépen elegánsan lehúzzuk őket, tartjuk a pocakot, egyenes, hosszú hattyúnyakakkal nézünk előre. Nem kell ide hátra vinni a fejet, szépen előre nézünk. Ki vannak forgatva a lábak, a térdek át vannak feszítve, le van feszítve a spic. Fel fogjuk húzni a térdeinket, mint egy kis béka. A két térdünk, mint a kaméleon szemei, a két oldalra néznek. Majd visszacsúsztatjuk őket. Ebből fogunk 4 darabot csinálni. Nagyon figyelünk rá, hogy a lábfejünk nem csámpázik be, hanem feltol a sarok, és csak a lábujjak érnek a földhöz. Ebből lesz 4 darab. Utána összezárt térddel húzzuk fel a spiccünket, kiforgatjuk, figyelünk megint a lábfejekre, és visszacsúsztatjuk. Ebből szintén 4 darab lesz. Majd maradunk kiforgatva, egyik láb húz fel, oldalra néz a térd, vissza. Másik láb húz fel, visszacsúsztat. Ebből szintén 4 darabot fogunk csinálni, és a legvégén felhúz mind a két tért, felülünk, megfogjuk a sarkainkat alulról, és közelítjük a pocakunkat a sarkunkhoz. Figyelünk a két térdre, hogy továbbra is oldalra nézzenek. Kezdhetjük? Kérem a zenét! Húz a két térd! Azaz. Figyelünk a vállakra, azaz, összezár a két lábfej, két spic összezár, és marad végig a lábujj a földön,
Széttérd oldalra, zárt térddel húzzuk fel a lábat. Azaz. Szuper, jön váltott lábbal. Oldalra a tért. Azaz, a másik láb átnyújtva feszít a spic. Szuper. Felhúz mind a két térd és felülünk. Megfog a sarok. Közelít a pocak a sarkakhoz, figyelünk rá, hogy nem csámpázik a lábfej. Azaz, lehúz a váll, és kinyújt. Szuper! Következő gyakorlatot Olivia fogja bemutatni. Fel fogjuk húzni a térdeinket, a talp lent van a földön, és annyi távolság legyen a két térd között, mintha itt összeszorítanánk egy gumilabdát. Az lesz a gyakorlat, hogy felemel az egyik láb egyenesen a plafonig, mintha el akarnád érni a plafont, feszít a spic, átnyújt a térd. Ki fogjuk forgatni a lábat. Vissza fogjuk forgatni, és letesszük a kezdő pozícióba. Megcsináljuk ugyanezt a másik lábbal is. Kinyújtjuk előre, elérjük a plafont, lefeszít a spic, kiforgat, visszaforgat, letesz. Figyelünk rá, hogy a popsi végig marad a földön, a derekat is leszorítjuk a földre, lehúz a váll, a karok pedig oldalt támaszkodnak. Ebből lesz 4 darab, majd pipával hoz fel a láb, kiforgat, visszaforgat, és visszahelyez a földre. Ezt is megcsináljuk váltott lábbal, 4-szer. Kezdhetjük? Igen. Jöhet a zene. Tart a derék. És jön spiccel az egyik láb. Nyújt. Kiforgat, nyújt. Most forgat vissza. És lehelyez a földre. Másik láb. Érd el a plafont. Kiforgatva éri el a plafont. Visszaforgat, nyújt a térd, és le. Szuper! Azaz, kiforgat, vissza, és lehelyez. Na még egyszer. Átnyújt a térd, visszaforgat, és le. Ugyanez pipával. Pipál, told a sarkat a plafonig. Kiforgat, visszaforgat, és le. Másik láb. Tol a sarok a plafonig. Átnyújt a térd. Azaz, popsi marad a földön. Visszahelyez, már csak 2. Nyújt. Kiforgat. Forgat, letesz, és az utolsó, toll a sarok a plafonig, kiforgat, azaz, visszaforgat. Köszönöm szépen! A következő gyakorlatot szintén Olivián fogjuk bemutatni. Annyi lesz a feladatunk, hogy hanyat fekszünk a földön, oldalt vannak a karok, a tenyerek a földön. Átnyújt a térd, lefeszít a spic, és a derekunk is leér a talajra. Fel fogunk gördülni mellkasból, a derék marad lent a talajon, és első pozícióig hozzuk a karunkat. Nem fog így előre bukni a fejünk, hanem szépen előre nézünk, majd visszafekszünk a kezdő pozícióba. Ebből 8 darabot fogunk csinálni. Kezdhetjük. És jön. Első pozíció, vissza, lent a derék a talajon, azaz, lehúz a váll, igen, és feljön,
feledkezünk meg a spiccekről, még ugyanennyi. Hosszú hattyú nyakunk van, azaz. Na, még kettő. És az utolsó. A következő gyakorlatot hason fogjuk végezni. Előre nyújtjuk a karokat, a homlok leér a talajra. Egyenes a hát, lehúznak a vállak, a csípő is lent van a földön, a lábakat átfeszítjük, feszít a spic, és kiforgatjuk andőorba. Fel fogunk emelkedni a hátunk segítségével, és hosszan előre nyújt az egyik kéz, és visszahelyez a földre. Ugyanezt megcsináljuk a másik kézzel is. Figyelünk arra, hogy a fejünk egy vonalba maradjon a hátunkkal. Nem törjük így be a nyakunkat, hanem megtartjuk a szép, hosszú hattyúnyakat. Ezt megcsináljuk négyszer. Utána az egyik lábunkat fogjuk felemelni, közben a felső testünk marad a talajon. Kiforgat a láb, feszít a tért, feszít a spic, és oda messzire akarjuk elnyújtani a lábunkat. Majd visszatesszük, összezár a két boka. Következik ugyanez a másik lábbal, nyújt messzire kiforgatva, és visszatesz a talajra. Ebből is négyet fogunk csinálni. Majd mind a két kezet egyszerre fogjuk felemelni a talajtól, és visszahelyez. Ebből is négy lesz. Ugyanezt megcsináljuk a lábakkal, összezár a két boka, elnyújt messzire, és visszahelyez a talajra. Ezekből is négy darabot fogunk csinálni. A végén pihenésképp fel fogunk jönni kartámaszba, hosszú egyenes nyakkal, lehúznak a vállak, nyújtunk egy picit, majd rátoljuk a popit a sarkainkra, gömbölyít a hát, tol a popi a sarokra, azaz, és szépen lassan felülünk. Szuper! Nézzük meg zenére! Már most lehúz a váll, és emel az egyik kar, és visszatesz. Jön a másik kar, jó messzire. Lábakról nem feledkezünk meg. Hosszú hattyúnyak, lehúz a váll, jönnek a lábakkal ugyanez. Egyik láb, és lehelyez a földre, a felső test mozdulatlanul van a talajon. Na, még kettő. Azaz. Csup. És két kéz egyszerre. Lehúz a váll, és vissza. És lehúz a váll, hosszú nyak. Na, még kettő. Hosszú nyak. Ez a lábakkal, tart össze a két boka, nyújt a tért, és kifele vannak a lábak. Azaz, forgat kifele közben a láb. Nyújt a tért. Azaz, utolsó. És feltoljuk magunkat, mint egy kis kígyó, lehúz a váll. Hossza, mintha a fejünk búbját húznák a plafon felé. És tol a popira, sarokra, azaz, és felülünk szépen lassan. Köszönöm szépen! A következő gyakorlatban az andőor kiforgatást fogjuk gyakorolni álló helyzetben, és megtanuljuk az első pozíciót. Ehhez a sarkakra kell helyeznünk a súlyunkat, úgyhogy el tudjuk emelni a lábujjakat a földtől. Majd kiforgatjuk a két lábat, és meg is történik az első pozíció. Utána visszazárjuk a kezdő pozícióba, ebből fogunk négy darabot csinálni. A legutolsónál tartunk egy pici szünetet. Ezt követően megtanuljuk a paralel pozíciót. Ehhez viszont a sarkakat kell majd elemelnünk a talajtól, úgyhogy a súlyunk a lábujjak fölött lesz. Elforgatjuk párhuzamosig a két lábfőt. Nagyon figyelünk, hogy ne menjünk túl a párhuzamos vonalon, hanem pontosan csak ideig. Utána ugyanígy a sarkak elemelésével
visszazárjuk a lábat első pozícióba. Nagyon figyelünk rá, hogy nem dugjuk ki a popsinkat hátra. Hosszú, egyenes háttal elegánsan állunk végig, átfeszítve vannak a térdek, egyenes a hát, hosszú hasztyúnyakunk van, és a könyökök oldalra néznek. Kezdhetjük zenére. Tart a pocak, és kiforgat, beforgat. Tartunk egy kis szünetet, és paralel. Következő gyakorlatot már első pozícióban fogjuk végezni. Kiforgat a láb, összezárnak a sarkak, popsit szorítjuk össze, tartjuk a pocakot, lehúz a váll, a könyökök oldalra néznek, csípőn akar, hosszú hattyúnyakunk van. Be fogjuk hajlítani a térdeket, mint a kaméleon szeme, a két térd oldalra néz, és olyan egyenesek vagyunk, mintha két fal között lennénk. Majd szépen lassan kinyújtjuk. Ez a plié. Ebből fogunk 4 darabot csinálni. Utána a súlyunk megint a lábujjak fölött lesz, mert fel fogunk emelkedni magas féltalpra, vagyis rölövébe. Tartjuk a pocakot, átnyújtjuk a térdeket, és leereszkedünk. Figyeljünk rá, hogy nem zuhanunk, hanem ereszkedünk. Ebből is fogunk 4 darabot csinálni. Mehetünk? Kérem a zenét! A plié, nyújt, plié, nyújt, két fal között a plié, azaz plié, jön a rölövé. Tart a pocak, vissza, popsi szorít össze, vissza, azaz utolsó. Szuper! A következő gyakorlat is első pozícióban lesz. Ez a Batman tandő. Áthelyezzük a testsúlyunkat az egyik lábunkra, és ki fogjuk csúsztatni a másik lábunkat oldalra, úgy, hogy ezt a kifordított pozíciót igyekszünk megtartani. Ehhez nagyon össze kell szorítanunk a popsinkat, tartanunk a hasunkat, egyenes háttal kell lennünk, oldalra néznek a könyökök, szép hosszú hattyúnyakunk van. Elindítjuk a csúsztatást oldalra úgy, hogy a lábujjak fél talpon vannak, majd amikor kiértünk oldalra, lefeszítjük a spiccet, mintha kihegyeznénk egy ceruzát, visszafele pedig egyből letesszük a fél talpunkat, de nem teszünk rá súlyt, maradunk a másik lábunkon, és így fogjuk szépen lassan visszacsúsztatni, amíg össze nem ér a két sarok. Ebből 4 darabot fogunk csinálni az egyik oldalra, majd áthelyezzük a testsúlyt a másik lábra, és a másik oldalra is csinálunk 4 darabot. Kezdhetjük? Igen. Mehet a zene. Jó, oldalra néznek a könyökök, és csúszik, 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 spitz, és vissza, és zár. Nyújtva mind a két térd, és kihegyezzük a ceruzát, vissza, azaz végig kifele forgat a láb, és kihegyez a ceruza, és ugyanúgy kifele húzzuk vissza, zár a két sarok, utolsó erre az oldalra, kihegyez a ceruza, azaz, és helyezd át erre a lábra testsúlyt, jön a másik láb, azaz, spitz, tart a popi, vissza, és zár, csúszik, és olyan, mintha a talpunkat megszúrná egy tű, és visszazár, nyújt a térd, kicsúszik, és spitz, letesz a fél talp, és behúz, utolsó következik, tol a fél talp, spitz, forgat a sarok előre, és vissza. Köszönöm.
Következő gyakorlat szintén első pozícióban fog zajlani. Megtanuljuk az első pordöbrát. Ehhez viszont meg kell tanulnunk a harmadik pozícióban lehozni a kart második pozícióba, és visszazárni előkészítő karttartásba. Az előkészítő karttartást már katával tanultátok, úgy, ahogy az első pozíciót és a harmadik pozíciót is. Innen az fog következni, hogy megnyitjuk az ujjainkat, mintha egy kis madarat akarnánk kiengedni a kalitkából, fölfelé, elindítjuk lefelé a kart gömbölyűen, forgatjuk a tenyeret szembe, egészen válmagasságig, olyan, mintha egy nagy, széles fát ölelnénk, és mintha támaszkodnánk egy asztallapon. Innen leforgatjuk a tenyeret, lazán ejtve marad a könyék, nem feszítjük át, lazán ejt. Elindítjuk lefele a karokat, majd, amikor érezzük, hogy két teniszlabda van a hónunk alatt, visszagömbölyítjük a karokat, és megérkezünk előkészítő karttartásba. Ha összekötjük a mozdulatokat, már meg is születik az első pordöbre. Ezt meg fogjuk csinálni négyszer. Kezdhetjük? Igen. Első, harmadik, kienged a kismadár, leforgat a kar, és összezár. Még egyszer ugyanez. Kinyitnak az ujjak, leforgat a kar, és zár. Még kettő van. Első, harmadik, kinyit a kar, leforgat a tenyér, laza könyék, és az utolsó, nem ugrik fel a váll. Végezetül az eddig tanult mozdulatokat összefűzzük. Azzal kezdünk, hogy kiforgatjuk a lábat, beforgatjuk, még egyszer kiforgatjuk, plié, nyújt. Tandő az egyik lábbal, zár, tandő a másik lábbal, zár. Következik az első pordöbrá. Megnyit a kar másodikba, leforgat a tenyér, és visszazár előkészítőbe. Be fogjuk zárni paralelbe. Jön a szűvi, amit katától már tanultunk. Leereszkedünk, kinyit a kar, és kiforgatjuk első pozícióba a végén. Kezdhetjük? Akkor zárjuk vissza a lábat. Mehet a zene. És első, vissza. Jön a plié. Tandő az egyik lábbal, másik lábbal. Jön az első pordöbre. Kienged a kismadár. Leforgat a tenyér. És zárjuk vissza paralelbe. Szűvi. Leereszkedünk. Lezár a kar. És visszanyitjuk első pozícióba. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok!